És ahogy ígértük, most kiderül, hogy mely növényi táplálékok egészségtelenek, vagy mely növényi olajakat kerüljük, melyek azok. A telített zsírsavak a legegészségtelenebbek a szervezetünkre, legnagyobb mértékben tudnak az agyunkban immunreakciókat kiváltani, amelynek következtében az agyunkban gyulladásos folyamatok alakulnak is, felboruló hormonháztartásunk, hajlamosak leszünk az elhízásra, és a gyulladásos folyamatok felerősödhetnek az emberi szervezetben, magas vérnyomás kialakulása is egyébként az agyban kezdődik ennek következtében. Telített zsírsavat tartalmaz minden állati fehérje gyakorlatilag, kivéve a hal húst és a tengeri élőlényeket, azok ápolhatják az agyunk egészségét. Ezen kívül szinte minden állati fehérje telített zsírsavakat tartalmaz, ami árthat az agyunknak, különösen a vörös húsok egyébként. De a tej is tartalmaz olyan olajokat, amik gyulladást keltenek az idegrendszerünkben, és bizonyos mennyiségű tej zsír elfogyasztásával, akár állatkísérletekben is nagyon gyorsan cukorbetegséget tudnak kiváltani. Telített zsírsavakat tartalmaznak a kókuszból készült zsírok és olajok is, viszont nagyon egészséges a mediterrán étrend része, az extra szűz olívolaja, vagy az olívolaj, és az emberi az extra szűz olívolaj a legértékesebb, és nagyon kevés olyan élelmiszer van a világon, ami ennél hasznosabb a szervezetünkre. Tehát szív- és érrendszerre jótékony hatása van, gyulladáscsökkentő hatása van, rákellenes hatása van. Tehát általában a mediterrán étrend kevés állati fehérjét tartalmaz, és nagyon sok zöldség, gyümölcsöt, és rendkívül sok extra szűz olívolajat, az a legegészségesebb.